Jó napot kívánok, sziasztok! Ez itt a 7 online újabb része, egy kisebb szünet után. A mai vendégünk Bedő Imre, közgazdász, férfi, apa, férfi, és ez utóbbi kimondottan fontos az ő életében. Dolgozott a banki szférában, volt iparvállalati csúcsvezető is, majd pedig a saját vállalkozásait igazgatta, és csíkszeredában született, erről mindenkit szeretném majd kérdezni, de ma már családjával talán, ahogy látjátok, Budapest mellett él, ha bár ez Székelyföldnek is elmen, amit látunk. Az erkölcsi alapok megszilárdítására, a család és a társadalom megerősítésére már on 7 éve alapította meg a férfiak klubja szervezetét és mozgalmát, és nyugodtan mondhatjuk, hogy, hogy ez tulajdonképpen misszió számára, misszió számodra, szervusz Imre. Így van, misszió ez? Szervusztok! Misszió, küldetés, hivatás, ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, ahogy az embert megérinti ez, miközben a saját vállalkozásait építi, miközben megszületnek a gyerekei és hát nagyon kívánom, hogy mindenkit érjen ez utól, de nem fog. Tehát ne, 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 hiányozzon senkinek, ha nem éri ez de különös kegy a sorstól, hogy hogy, 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 elértéged egy olyan ellenállhatatlan vágy, hogy valamiből elevág és megcsináld, ami nem pénzről szól, ami egyáltalán nem a biztonságot növeléséről szól, hanem arról, hogy tegyünk valamit a világba, és ezért külön örülök, hogy ha olyanok csatlakoznak hozzám, akinek más dolga van a világban, csinálják a saját vállalkozásaikat, meg egyebek, mert egyébként csak így megy, hogy valaki ilyeneket vállalnak, valakik meg olyanokat, és azok összeadják az erejüket. Ez ebből a szempontból a 77-re is igaz lehet. Beszéljünk arról, amit a bevezetében már említettem, a székelyföldről származol. Az a kép, amelyet a férfiasságról, az apaképről, a férfi képről hozol, az mennyiben, mennyiben határozza meg azt, hogy te székelyföldről származol? Azt gondolom, hogy alapjaiban határozza meg, de azt is meg kell mondani, hogy hogyan. Ugye? Mert ez egyáltalán nem mindegy, mert aki nem ott él, az azt gondolná, hogy a székelyek azok ilyen marcona, soha nem. Vannak ezek a viccek, ugye, hogy reggel megkérdezi az apja, hogy hogy vagy, és ő este mondja, hogy jól, köszönöm meg, szóval, de, hogy, és hogy minden ilyen. És ez, ez egyáltalán nem így van. Tehát az én szüleim, illetve szüleim is, és a nagyszüleim is, és a felmenőim mind Értelmiségiek voltak falvakba, tehát háromszéki, marosmenti falvakba, és az értelmiségieknek mindig, mindig nagyobb felelőssége volt a többi embert illetően. Tehát, és ez ma is él, tehát mindig ajánlom mindenkinek a figyelmében, hogy akinek lehetősége volt többet utazni, többet tanulni, több pénzt keresni. Akinek akinek úgymond jobban sikerült az élet, annak ezzel arányosan nő a felelőssége mindenki mással szemben, mert mi egy hajóban ülünk a környezeti élő emberek, és együtt kell valamilyen módon emelkednünk. És én ezt a fajta, azt a fajta férfit láttam, aki, aki felelősséggel viseltetik. A családja iránti felelősség az a minimum, és a teljes környezete iránti való felelősség az egyel nagyobb. Tehát itt az apai felelősség, ki van egészítve az atyai felelősség. Tehát amikor azt mondjuk, hogy atya, ugye, akkor azt tudjuk, hogy mi, mi is először az apába kell kiteljesedjünk valamilyen módon, mert akkor az már egy konkrét az élet továbbadásában dolgozunk, és az élet továbbadása az emberek számára nem csak azt jelenti, hogy, hogy gyereket nemzünk és gyereket szülünk, hanem azt jelenti, hogy olyan értékrendet adunk a gyerekeinknek, és ez ugye életfosszig tartó folyamat, olyan értékrendet adni, sőt majd az unokáinknak is igyekezni, ami miatt jobb lesz a világ. Tehát, és ez a feladatunk. De egyszer csak, az atyai felelősségbe is ki kell tudnunk bontakozni, ami azt jelenti, hogy a családunkon túlnyúló, tehát a teremtett világét való felelősség, és ami mindenki azt gondolná, hogy ilyen körpia a missziókat kell alapítani, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az már atyai felelősség, hogyha, hogyha lehajolok a szemétért, amit látok az utcán, ugye? Tehát mert, mert gondoskodok, vagy hogyha látom, hogy valaki meg akar rongálni egy fát, akkor oda megyek és szólok neki, hogy öreg, hát mi együtt vagyunk itt ezzel a fával is a világban, meg bármi más, segítek egy, egy, gyereknek, egy idősnek, ez mind az atyai felelősség kategóriájába tartozik. És, de ma azt is látom, hogy sokan annyira menekülnek a saját személyes felelősségvállalásuktól, az apai felelősség, a családalapítástól, meg egyebektől, hogy már eleve atyai felelősséget akarnak vállalni, tehát 20-30 éves guruk akarnak felnőni, akik mindent tudnak, akik hatalmas követőtábort építenek, és tanítják az embereket, hogy hogyan kell élni. És az látszik, hogy ezek az emberek aztán majd 50-60 éves korukban rájönnek, hogy mi mindent nem tudtak még akkor. És ha gyorsan fel akarom csigázni a nézőket, akkor azt is el tudom mondani, hogy nincs annál nagyobb iskola, mint hogy az ember családot alapít, mert ott minden nap szembesülsz önmagaddal, minden nap megmérettetsz, hogy te ki vagy. A munkahely meg se közelíti ezt a fajta belső, tehát az önfejlődésnek. A legesleg fantasztikusabb útja a család, ahol a feleségeddel való együttműködésben, a gyermekeiddel való együttműködésben a gyerekeid visszajelzik azonnal az összes szabadat, az összes gesztusodat. A gyerekeidért akarsz jobb ember lenni nagyon sokszor. Tehát hihetetlen, hogy mennyit fejleszt benned az, hogy te olyan akarsz lenni, valami jó példát akarsz mutatni, mert már van akinek. kinek. Ellentétben, ha nincs a kinek, akkor mindig egészen másként éled az életed. Szóval ez egy, ez egy gyönyörű, fantasztikus utazás, ami nélkül az élet biztos, hogy silányabb lenne, és ezt a munkahely semmi módon nem tudja pótolni. Van egy nagyon híres mondás, hogy az a, az a férfi, aki megtapasztalta, hogy édesapa lesz, amikor megtapasztalja, onnantól kezdve teljesen új élete kezdődik. Ez nálad hogy történt? Mennyiben igaz ez az állítás? Úgy tudom ezt összefoglalni, hogy azért az én életem nagyon sűrű, most is és mindig, és nagyon gazdag volt, és még azt sem mondhatom, hogy voltak benne, nyilván voltak benne hullámvölgyek, de bukások nem voltak. Én mondjuk ezt valószínű, hogy egy feletti erővel, amivel én építkezek és dolgozok, és azzal az alázattal, ezzel kompenzáltam. Tehát igazi bukás nem volt, de folyamatosan nagy-nagy megterhelés ért. Tehát én már egyetemista koromban ugye ilyen diákvezér voltam, akkor mi voltunk ezek az országos diákvezérkar, akik a óriás tüntetéseket szerveztünk, a kormányjal tárgyaltunk, a miniszterekkel, miniszterelnökkel, Európa Parlamentet, TV, rádióból mi folytunk, hihetetlen erőt kellett feszíteni, hogy felnőj ezekhez a feladatokhoz, hogy hirtelen be kell menni egy miniszterhez, és olyan törvénymódosításokról, felsőoktatási milliárdok beosztásáról beszélgetni, tárgyalni, és kivívni valamit, ami, ami, azért, azért feladat volt. És ehhez hozzá kellett nagyon gyorsan nőni. Utána én nem politikai pályára mentem, ha bár hívtak, hanem banki ember lettem, ahol ahhoz kellett hirtelen fölnőni, hogy hogy a vezérigazgatók és cégtulajdonosok meglett emberek, tehát én voltam akkor 24-5 éves, ezek 40-50 éves emberek voltak, akik már a 90-es évek változása után már tulajdonolták a cégeiket, és ők pénzért jöttek a bankba, és én nekem kellett őket ugye bevizsgálnom, és a cégeiket bevizsgálnom, és a mérlegből rámutatnom, hogy hol folyik ki a pénz, és megkérdezni, hogy ez most itt hogy van, és mint van. És ez egy nagyon nagy iskola volt megint, hogy a management szektorhoz hozzá kellett nőni. Utána a, a, egy nagy iparvállalat élére kerültem, 26 évesen talán a legfiatalabb menedzser voltam Magyarországon, aki vezérik helyette helyettes lettem egy nagy gyárnak, ahová megint csak nem az apámék tettek be, mert én nem, ők nem voltak itt, hanem ez saját jogon a bankból csábítottak el. És utána, miután itt is elég jól teljesítettem, azért jöttem, hogy a saját vállalkozásaimat megalapítsam, és akkor azokat is sikerre vittem, mindenféle buktató és egyéb után, és akkor jött a család. Tehát azért mondtam ezt, hogy látszódjon, hogy én azért viszonylag fiatalon belevetettem magam az élet sűrűjébe, mindig a krémek krémjével, nem ücsörögtem a szivarszobába, hanem hanem a világ megváltoztatásán dolgoztunk, hol egymással szembe ülve, hol egymás mellett ülve, tehát nagyon komoly tárgyalásos típusú csatákba mentem. Nem mondhattam azt sem, hogy az én életem nem volt ugye ilyen, ilyen nagyon ultra gazdag, és mégis amikor megszületett a meg gyerekem, meg megszülettek a gyerekeim, akkor akkor éreztem meg, hogy hirtelen mind ennek értelme lett. Tehát minden kivilágosodott, olyan értelmet nyert, hogy ja, eddig is azt hittem, hogy van valami, de úgy, hogy nem volt azért tiszta. És ugye ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem azt, amit talán a férfi energia című könyvemben írok, hogy, a, hogy, hogy a, az ember azt hiszi, hogy az elköteleződés után, tehát a családalapítás után bezárul minden, tehát ott vége lesz egy életszakasznak, onnantól kezdve szürke és sivár lesz minden. És akkor átmenve ezen a kapun rájöttem, hogy ez nem így van, hanem éppen ellenkezőleg úgy történik, hogy az ember ezt elhúzza, én is azért 32 éves voltam, mire ezt sikerült nyilván A, Az ember 15 éves kora óta próbálkozik, ugye, hogy aztán majd egyszer lesz család, de ez ugye a ugye hátsó kisagyába ott van, és mindenféle mással foglalkozik. És minden kérdés 15 éves, kora, mondjuk 30 éves korodig ugyanaz hogy igen, igen, hol lakjak? Hát igen, ha lenne családom, akkor ott kéne, de most még nem. Milyen autót vegyek? Hol dolgozzak? Külföldön, belföldön? Minden, minden, és mindennek a végén az van, hogy majd, ha meglesz, majd, ha stabilizálódik, akkor majd, ha stabilizálódik. És ezért minden függőben van, és ugyanazokat a kérdéseket darálod, 15 éven keresztül. Marha unalmas kérdések ezek, tudod, hogy minden ugye levegőbe levegőben van, mert, mert úgy ez az egy pont nem stabilizálódik, és minden más megy a karrier, veszed a lakást, adod el az autót, de mégis olyan, olyan fú, ugyanazok a kérdések vannak függőben. És amikor megszületik a gyereked, akkor nem, nem bezárul minden, hanem egy új univerzum nyílik ki, és hirtelen minden ilyen régi kérdésre automatikus választ érkezik. Mindenre tudod automatikusan a választ. Kivel, hol? mekkora, milyen színű, bármi, amikor elindulsz munkába, hogy mikor jössz haza, mindenre tudod a választ, és ez nem teszi unalmassá, mert egy egészen új univerzum, egy egészen új kérdés világ nyílik ki előtted. Egy teljesen új, és végre azt mondhatod utána, hogy de jó, hogy azt a marha unalmas, 15 évig rágtam azt a sok kérdést, de ez nem jössz rá csak akkor, amikor már túl vagy rajta. Azért mondom, el én azoknak, akik még a kapu előtt vannak a kapun túl, ez egy fantasztikus érzés. Nyolc kötője, tíz kérdésítette szembe az elmúlt öt percben. Vegyük elő azt, hogy hogyan lesz és mikor lesz egy fiúból férfi. Látjuk a, a társadalmunkban, hogy gyakran azt gondolják a fiatalok, és egyébként ez valahol lehet, hogy, hogy természetes is az ő korukban, hogy hogyha öreg lennék, de hogy, hogy a, a, azt gondolják, hogy akkor lesznek férfiak, amikor már bőven csajoznak, amikor a ivásról van szó, kábítószerzésről. Tehát, hogy kicsit, mintha fals kép lenne hogy mikor lesz egy, egy fiú, vagy igazán férfi. Te hogyan látod? É, ebben is részletesen írok a Férfi Energét című könyve, mert ez pont erről, de ez egész férfi dolognak az alap, uh, ilyen, ilyen szemléletformáló uh, könyve. A mi kultúránkra alapozva, mert megvan nekünk ami mi kulturális válaszunk erre. És amikor ezt kerestem, akkor nagyon érdekes, uh, ugye a magyar nyelv nagyon beszédes nyelv. És uh, például azért is uh, szoktam nagyon részletgazdagon gazdagon fogalmazni, mert az emberek képekben gondolkodnak, és ezért ugye, ha azt mondjuk, hogy a nézőknek, hogy ne gondoljanak a fehér elefántra, akkor már ugye túl is vannak rajta, mert így megjelenik a fejünkben az, ez az egész, és azt mondja a magyar, ha van kép a fejedbe, hogy mivé akarsz válni, vagy milyen ember akarsz lenni, akkor képes leszel. Ha nincs kép a fejedbe, akkor képtelen vagy és ezért a képzés is sokkal fontosabb, mint az oktatás. Oktatás az olyan, hogy megpróbálnak megtanítani valamit, de aztán elfelejted, de a képzés az olyan, hogy kialakul egy kép a fejedbe valamiről, és arról állandóan csak újabb és újabb részletek kerülnek bele, és akkor azt, ahhoz, ahhoz el tudsz jutni ahhoz a képhez, hogy milyen családot akarsz, ahhoz kell legyen egy, képed, és nem pedig egy, nem tudom, gondolatod, vagy egy írott szöveged. Egy képed, és akkor már képes leszel rá. És azért mondom ezt, mert a, a magyar nyelv ilyen beszédes, és amikor kerestem azt, hogy a fiúknak az evolúciója hogyan megy végbe, akkor van a kisfiú, ugye, akik, akinek azt jelzik, hogy a kisfiú az, 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 az fiúgyerek, tehát hogy a neme megvan, de valójában ő nem, egy, nem, nem, nem a saját felelőssége szerint él, hanem valaki mások döntenek helyette. A nagy fiú, az már jelzi, hogy ő már korlátozottan elvárhatóak tőle dolgok, ugye, akkor jönnek a, a siheder, ezek régi, régi szavak, csak azért mondom, milyen gazdag volt a mi nyelvünk, ugye, ez már az a, a, a nagyfiú, aki még nem a legény, ugye, és akkor még csak ezután jött a legény, de a siheder az már egy erejeteibe levő, mondjuk 16-18 éves körüli fiú, akitől azért már elvárható. A siheder ugye azt is jelenti, hogy, hogy az is el, ahogy mondjam, elfogadható tőle, ha néha Ilyen olyan hirtelen reakciói vannak, amiket nem kontrollál annyira, mert ő még csak 17-18, de azért már azért ereje tejébe van, tehát azért ugyanakkor eltűnt, mint egy idős, tehát azért ő neki már illene kontrollálni saját magát, tehát az elvárás megvan, de még nem jött meg a, a maga a, a, az erő hozzá. És azután már a legény következik, ami ami a legénykedés is azt jelenti, nem azt jelenti, hogy megmutatom, hogy ki vagyok, az is van benne, mert a legényes a magyar néptáncban, az ugye arról szól, hogy csak a fiúk táncolják, és egyrészt egymásnak is megmutatják, hogy ki, a, ki, mit tud, de miközben egymásnak ezt a virtuskodást csinálják, nem önmagáért valahogy, hanem a lányoknak is megmutatják, hogy én ki vagyok, én képes vagyok erre. Először is arra a megtanultam, koncentrál, kimerek állni, megmerem mutatni magam. Ez egy fontos dolog a, a férfiaknál, és nem magát akarja megmutatni, hanem az, hogy ő képes a világban cselekedni, és ő mer is, és, 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 és bátor ahhoz elég jó, hogy a világban cselekedjen. És a legénynek az a legfontosabb jellemzője, hogy ő már feleséget keres. Tehát a legénykedés is arról szólt, hogy párkapcsolatokat alakítok, de a feleségszerzés célja, a feleség választás céljából, tehát hogy komolyan veszi az életet és bejött az elköteleződési szakaszba. Tehát ebbe a, abba a csőbe, amikor azt mondja, hogy na ennek a végén már nem csak csajokat, ugye itt nagyon fontos, hogy ameddig csak csajozunk, meg barátnőzünk, meg minden addig, minden jöhet, de amikor az ember feleséget keres, akkor egy egészen más szempontrendszert kell neki fölállítani, és azt mondja, hogy na, na most már azért elég volt a gyakorlásból, meg a itt tudom én, mindenféle mintavételezésből. Most azért már van egy kép a fejemben, hogy én milyen asszonyt szeretnék magam mellé. Nyilván ehhez az is hogy milyen férfi vagyok én, milyen férfi akarok majd lenni, milyen apa akarok lenni. Nagyon érdekes kérdés ez. És azt a népmesénk is úgy, pont ugyanígy így hozzák, ugye, hogy elindul a legkisebbik fiú. Általában a fiúkról szólnak a népmesség. Nagyon érdekes a lányokról, alig szól népese, szól valamennyi most a modern népmesség. De nem értik, hogy miért volt lényeges ez. Majd, ha elfelejteném, szóljuk, kérdezzünk vissza, el, hogy vajon miért volt annyira lényeges, hogy a, a fiúkról szóljon a népmeset, a lányok számára is lényeges volt. És ugye az arról szól, hogy elindul a, a fiú a szerencsét próbálni, a hangban sült pogácsával. A gyorsítok, ugye, hogy ne teljen itt sok idő, de ott is a hangban sült pogácsa, az egyébként egy szimbólum, az arról szól, hogy, 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 hogy nyilván nem egy pogács, hogy megsütött az anyja, és akkor nem tudom, két nap múlva már nagyon száraz volt, és nem tudta megenni, hanem azt jelenti, hogy ő mindent, amit otthonról vinni tudott, az, volt a hamuban elégették az ő gyermekkorán, tehát egy, 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 egy beavatási szertartás, ahol elégették, a hamu azt jelképezi, hogy oda lett a gyerekkora, és abban a, abban megsült pogáncsa, a gyerekkora hamvában, az az értékrend, amit ő magával visz, az a szemlélet, amit magával visz, és ebből ad a kisegérnek, emiatt segít a nem tudom kinek, emiatt tud szövetségeket kötni, vagy akinek nem, nincs helyén a hamuval sült pogácsája, az viszont nem ad, és nem úgy tud szövetségeket kötni. És azért mondom a férfi ez a fő hogy ő elkezd elindulni, elindul, és átvág a sűrű erdőn, megküzd az elemekkel azért, hogy ő megtalálja, hogy ő kicsoda. Nagyon fontos egy férfi számára, hogy demonstrálnom kell, hogy én ki vagyok a világban, és ez csak a cselekedeteim által. Tehát a mai modern korban az a probléma, hogy a városi lét nem kötelez cselekvésre. Nincsen visznóvágás, nincsen lóbefogás, tehát mindent kötelező volt minden nap csinálni, és fel tudtak emellet nőni. Ma kizárólag akkor tudunk ilyenfajta magabiztosságra szert tenni, ha ha mi magunk. Eldöntjük, és oda megyünk olyan helyekre, ahol ilyen kihívások érhetnek, ahol át kell lépni az árnyékainkat, ahol ahol az éjszakai menetelés, és a túlélő túra, és a, ezek nem rossz dolgok. Ugye, minden ősi katonai iskola is, tehát a ezer évvel ezelőtt is csinálták ezt, hogyha me, nagyobb terhelést akartak valakire rátenni később, akkor ezt a nagyobb terhelést mesterséges módon, illetve a nagyobb terheléshez mesterséges módon szoktatták hozzá. Hogy elvitték ilyen katonai kiképző táborba, és utána lehetett ezt a nagyobb terhelést bírni majd egy, 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 egy ilyen igazi helyzetbe. Na most, most a városban sajnos úgy élünk, hogy a, az alapterhelést is, tehát amit egy férfi a családjában el kell tudjon viselni, ahhoz is mesterségesen kell hozzászoktatni magunkat, mert egyébként úgy nőnek föl a fiúk, hogy van mindig tiszta ruha, meleg étel, számítógépes játék, pornó, elmegy iskolába, hazajön, az a minimum. Utána elmegy munkahelyre és hazamegy, és az is a minimum. Tehát nem annyira, és nincs, nem történik semmi, járnak a barátnőjével, és akkor is ugye az a nagy kérdés, egy ilyen járás és munkahelyről hazamennek, akkor az a kérdés, hogy pizzát süssenek, vagy pizzát rendeljenek. De ezek nem igazi kérdések. Ugye az igazi kérdés akkor, amikor megszületnek a gyerekeid, és átalakul az életmódod, és van már igazi feladat, és, és el kell intézni dolgokat, és, és jönnek, jönnek, és akkor igazán értelmet is le, de akkor kell az erő, ami miatt ezt tudod csinálni. És ugye a mépmeséhez visszatérve, a férfi megszerzi önmagát, de még mindig nem, ugye nem tudja, hogy ő hol teljesedik be. És a férfi válás, a férfi az egy, az egy minőség. Az, az, el kell érni azt a minőséget, hogy te hím, a hím valamiből, ugye még a legény ként lettél férfi, ugye? És mikor gondolod, hogy férfi, az igazi férfi volt, ugye? Vonjuk le ebből a szexuális részét, mert ugye most is kitérek egy picit, hogy a, férfiak klubja alapításánál azt mondták nekem, hogy ne használjam a férfiasság szót, mert a férfiasság mára kizárólag a szexuális teljesítő képességre utal. Hogy hol áll a férfiasságod, a férfiasságod rendben van, és azt mondtam, hogy ne haragudjunk, hogy a férfiasság egy olyan komplex értékrend, hogy ha ennyire kiürült, hogy már csak ez maradt, akkor nekünk, neked, meg nekem, meg mindenki másnak, aki ezt nézi, az a dolgunk, hogy ezt feltöltsük, az eredeti hihetetlen komplex tartalmával. És amikor így izdelgeted, hogy, hogy ki a férfi, mikor válik férfivá valaki, akkor arra jössz rá, hogy akkor válik férfi, nézd meg, a népességben megjelenik ez a női motivum. Tehát, egyre csak megjelenik a király, aki fölhívást intéz, hogy aki kiállja a próbát, az választhat a királynő közül, vagy maga a lány jelenik meg valahogy, meg, és akkor elkezd így fókuszba kerülni ez, is, még mindig nem a család alapítás, nem a, meg, nem a megházasodás a férfi Nézzük meg, a házasra azt mondja a magyar, hogy házas ember. Nem azt mondja, hogy házas férfi lett, házas ember. Milyen érdekes, hogy a legényből lesz házas ember, azt jelenti, hogy megfosztja a, a, a nemi jelzőjétől. Tehát, hogy ne legyen érdekes, hogy fél, ha már házas vagy, akkor nem érdekes, hogy tehát, hogy nem a, a kacsingatása lényeg, hogy házas férfi vagy, vagy házatlan, hanem az a lényeg, hogy, hogy házas ember lettél. Akkor már a fókuszodat a szexualitásról oda kell a jövő teremtésbe csatornáznod. Hanem mégis, amikor azt mondta valaki történelmi személyiségekről, vagy egy falúnak a, 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 a meghatározó értelmiségéről, hogy az olyan férfi volt, hogy le a kalapa, akkor ha nagyon belegondolunk, akkor mindig úgy ki, hogy a férfiávállás momentuma az, amikor az önmaga erejére rá lehet férfi. Tehát ez nagyon fontos a fiatalok számára, hogy meg kell tapasztalnunk, hogy én ki vagyok, én mit tudok, mire vagyok képes és mire nem vagyok képes. Az is nagyon fontos, erre és erre nem vagyok képes. amikor ezt az önmagamat a szolgálatba állítom, valami tőlem magasabb dolog szolgálatába állítom, és ez nem a munkahely az nem magasabb, de az valakinek a biznisze, az pénzt kell keresni, mert a városban minden pénzből csinálunk, az nagyon fontos dolog a pénzkeresés. Az egyedüli olyan dolog, ami minden egyes ember számára értelmet ad az életnek, ugye, mert gondoljunk bele, hogy olyan hamar meghalunk, és mindenki azon gondolkozik így, de elsegeti aztán, hogy vajon, vajon van-e értelme ennek a kicsinek így, meg vajon hogyan tehetném értelmessé ezt a földi világomat, és ki kellett találni a kultúrának egy olyat, ami, mi, ami minden egyes átlagember számára értelmet ad, tehát minden egyes átlagember életének értelmet ad. Gondoljunk bele, hogy sose lehetett az, hogy csak a királyok életének legyen értelme, vagy a, vagy a, nagy művészeké, vagy a nagy tudósok élete legyen értelmes, és akkor azt mondják, hogy ők ezt is azt adták a világnak, akkor minden, nem jutottunk volna idáig. Ugye a minden egyes átlagember számára értelmet adó dolog, az az élet szolgálata. Az, hogy mi a jövő, tehát a végtelen láncból, amiből jövünk, a következő láncemet elkezdjük megépíteni, és azt mondjuk, hogy most a mi életünk az egy olyan láncem, amivel mi elég erős láncemekkel legyünk, hogy ne szakadjon el a végtelen. És erről szól, mi mi rendet nem csak gyereket, hanem értékrendet adunk át, és amikor ezt a szolgálatot, az élet szolgálatát magára veszi valaki, akkor válik férfivá. Ha ezt nem veszi magára, akkor marad szerepeiben hím hím vezérigazgató, hím orvos, hím mérnök, bármi lehet, hiszen férfi is csak egy nőhöz képes lehetünk. Tehát ha csak férfiak élnénk a világon, akkor nem lenne értelmes a dolog, hogy férfiak vagyunk, vagy kutykurutyok, vagy galambok, bármik lehetnénk. És éppen ezért ugye a nővel való szövetséghez képes van a férfi, és az meg az élet szolgálatának a felvételét jelenti. Minden más esetben olyan hímek maradnak, akik vágynak arra, hogy ők férfiak legyenek, de mivel azt egy nőhöz képest és egy nővel való szövetségnek a másik oldalaként lehet csak értelmezni, ha valaki híres harcos lesz, család nélkül, nő nélkül, akkor sem az a férfiasságnak megtestesíti egy bizonyos részét. És azt mondja egy férfi, hogy a harcos részét tőle meg tudom tanulni, de ő nem egy követhető férfi, ugye? Viszont az a férfi, aki az életszolgáltát vállalja, az önmagában férfi, és magához tudja rakni a harcos részt, a tudós részt, a türelmes részt, a nem tudom, mindenféle ilyen, ilyen, ilyen sőt a férj, az apa, az orvos, tehát a szerepek már erre épülnek rá, hogy a férfi az egy, az egy fa, és a többi szerep az meg egy díszek a karácsonyfán, és így lesz valami szép. Ugye tíz percre korábban említetted a magabiztosság kifejezést, és eszembe jutott az a sok üzenet, amit szoktunk kapni a hölgyektől, hogy ők nagyon szívesen ismerkednének, de nem szeretnék ők megtenni az első lépést, és gyakran azt érzik a mai fiúkon, hogy nem mernek lépni. Ezt a magabiztosságot, ez hogyan lehet elsajátítani egy férfinak, hogy merjen lépni, és ne azt várja, hogy a, a, a hölgyek jöjenek oda? Magabiztosság összefügg az önbizalommal és az önbecsüléssel. És ehhez a férfiaknak és a fiúknak cselekedni kell. Tehát a cselekvő magabiztosság szerzése fontos. Tehát Nem lehet könyvekből, filmekből megszerezni ezt. Tehát, a, a, ha ugye, mikor arról beszélünk például, hogy jó lenne mondjuk egy fiúnak túlélést tanulni, tehát ilyen túlélő táborba menném akkor a, a túlélés így elsajátítani, az nem azért szükséges, mert majd egyszer lesz egy olyan világ, amikor tényleg kovakővel kell, majd szikrát csiholni, vagy nem tudom, a késünkkel, a szánkba fogunk átúzni a folyón, előfordulhat. De egy biztos, hogy a nagyon hiányzik a mi városi életünkből, az enyémből nem. Tehát én, én, olyan, nekem olyan gyerekkorom volt, ahol mi el voltunk engedve, és, és már három-négy éves korunktól a, a, szabadon jártunk a többi gyerekkel a, a, nagymamámnál a faluba. Ami azt jelentette, hogy képzeld, egyedül kellett eldöntenünk négy-öt évesen, hogy fölmászunk -e egy fára, vagy nem, mert a másik gyerek se tudott leszedni ha meg leestél, akkor leestél. És senki nem volt ott, aki messze földön nem volt felnőtt, akinek lehetett volna sikítani, hogy jöjjön, vagy aki vegyen le, mert én fölmásztam, és nem tudok lejönni. Tehát az egész életünket éles döntések között. Nekünk egyedül el kellett dönteni azt 5-6 évesen, hogy összeverekedünk-e, vagy nem. És fel kellett mérni a másikat, hogy ugye ő mekkora. És utána, ha meg, megaláztatásért, akkor is meg kellett küzdened, de ha összeverekedtél mondjuk egy, 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 egy fiú társaddal, délelőtt, akkor délután csak velük kellett játszani, már nem voltak ki, csak vissza kellett csomfordálni, ki is kellett békülni. Mind a ketten érdekeltek voltak ebben, de nagyon érdekes érzelmi intelligencia fejlesztés az, amikor, amikor, hagyják ezeket a csatákat megvívni, hogy te tudd, hogy te ki vagy, és kihez képest ki vagy, és Ugye, és a túlélésre visszatérve nem az a lényeg, hogy te tudd az összes ilyen technikát, hanem az átsugárzik, ha egy ilyenen túl esel, akkor minden másba is az, hogy te bármikor képes vagy, majdnem bármire, ez egy fontos belső érzet, ami a te magabiztosságodat, az önismereteden keresztül a magabiztosságodat táplálja. Aki viszont nem megy bele akcióba, tehát nem teszi ki magát annak, hogy ő valóban elmenjen a kinizsi százra, és ott szaggató fájdalommal legyalagolja a száz kilométert, az hiába olvas erről, tehát az, az könyvbiztos lesz. Vagy aki megnézi a Berg Willis összes filmjét a YouTube-ban, ugye, az filmbiztos lesz, de nem lesz magabiztos. És azért beszélek erről, mert a, a magabiztosság összefügg az önbecsüléssel és, a, és ezzel a fajta önértékeléssel, hogy tudom, hogy én egy értékes ember vagyok, és ez nem egy vagánykodásba fog ki törni, hogy én mindig döngetem a mellem, hanem ehhez a kisugárzás titka. Tehát, hogyha érezzük azt, hogy valaki leül, és tudod, hogy ő ott van. Ugye? Az azt jelenti, hogy ha valaki leül, és így be van szorulva magába, és ilyen kicsit ilyen szerencsétlen, és észre se és mindig próbálod kerülgetni, az egy másfajta ember. És ennek a kisugárzásnak is ez a belső magabiztosság az a titka, ami a fiúknál az akció. Tehát gyerekkorunk óta, vagy akár fiatalkorban is minél több ilyen másunk túl nő nélkül, nem kell, -e annál jobban tudom, hogy én ki vagyok, és utána bele kell vágni, de ha már belevágok a kinizsi százba, ha már belevágok az éjszakai nem tudom mibe, ha már fölmászok és leugrok, ha már a, 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 a határaiban túlfeszítettem tízszer valamilyen más ügyben, akkor azt a határt, hogy megszólítsak egy nőt, biztos túl tudom feszíteni. Tehát akkor már ne, ez nem... Mert először önmagadban kell ezt az edzettséget megcsinálni, hogy képes vagyok-e az önuralomra, hogy én magam diktálok magamnak, hogy most fölállsz, odamész, és azt mondod neki, hogy hello. Ugye? Fogok írni egy könyvet nem sokára, mert most megírtam a harmadikat, de most a negyedik az pont egy ilyen gyakorlatsor lesz pont a fiataloknak, és az lesz a cím, hogy az önuralom megszerzésének, a gyakor az önuralom könyve, vagy valami, az önuralom az nem csak azért, hogy visszafogd magad, nem az önuralom az nem a visszafolytásról szól, hanem az, hogy uralom magam, azaz minden hová annyit teszek, amennyi kell. Mindenhová, amennyi oda adok magamból 10%-ot, oda 50-et, és oda meg 150-et, és mindig meg tudom fogni, hogy pontosan amennyi szükséges ahhoz, hogy az megoldódjon. Nem ahhoz, hogy legyőzze meg, nem a feladat megoldásokhoz, is ez az önuralom, és ez egy olyan fajta kisugárzást okoz, ami, ami, ami ellenállhatatlanát tesz a nőknél. Biztos vagyok benne. Tehát ezt keresik a nők, azt az, azt az embert, aki, aki ugye amikor a nő azt mondja, hogy ő biztonságra vágyik, akkor a fiúk azt mondják, hogy a oh, pénz. Hát persze kell a pénz, mert pénz, mi minden mi mindent pénzből csinálunk, de a pénz az nem az, amire a nők vágynak. Arra is vágynak, és kéne külön beszélni elő, hogy hol, hol, szabják meg ennek a határát, de ők az érzelmi biztonságra vágynak, és az érzelmi biztonságot az a fajta férfi nyújtja, aki, most hogy példát mondjak ugyancsak ebben az erdőről, hogy, hogy egy nő is inkább menne át egy, egy erdőn, egy olyan férfival, aki már átment ötször az erdőn, mint egy olyan ember, aki olvasott arról, hogy hogy kell átmenni az erdőn. Ugye értjük? Tehát, hogy ez egy óriási különbség van az a férfi között, aki átjár az erdőn, és az a férfi között, aki ezt csak filmekben látta. Vannak a nagyon feminim férfiak, akik, akik mondjuk tényleg, nem is biztos, hogy jó szó, aki feminím, de akik csak, akkor úgy mondom, vannak azok a férfiak, akik csak olvassák ezeket a könyveket, és vannak, akik csak átmennek az erdőben. Hol van az érzelemnek a, a helye a férfikében, amikor amikor valaki mer érezni? Hiszen amit te mondasz, az egy, az egy tulajdonképpen egy mondhatni katonás férfi kép, de, de valahol gondolom én, ha magamból kiindulok, hogy az érzelmeknek is van szerepük. Mik az a, a szerep? Abszolút. De van egy külön másik órás előadásom, a férfiak és az EQ, tehát az érzelmi intelligencia. Hát, hátra Ezt és nem akarok ebbe most belevágni, de a, a lényeg az, hogy nagyon csalók azt gondolni, hogy a férfiaknak ilyen nincs. Az más, hogy ők nem biztos, hogy szavakban tudják kimutatni. De egy biztos, hogy ha nincs érzelmi intelligencia egy férfinak, akkor az életet nem fogja tudni szolgálni. Mert nem fogja tudni azokat az együttműködéseket megteremteni. Minden együttműködéshez érzelmi intelligencia kell. Nem csak a nővel való együttműködés, nem csak aztán a többi nővel, a mondjuk a gyerekeidnek, az ólnőivel, meg a tanítónőivel, meg a kolléganőkkel hanem a többi férfival is, a közös vállalkozások, a munkatársi viszony, mindenhez kell érzelmi intelligencia. És itt van a csapda, ugyanoda kerülünk vissza, ahol az előbb. Tehát ezért nem kell, hál' még egyszer elmondanom. Az érzelmi, a férfi érzelmi intelligenciája kizárólag akcióban fejlődik. A, a női nem. Tehát a nők képesek arra, hogy elmennek egy előadásra, és ott érzelmileg annyira átitatják magukat, hogy még abból változás is lesz. A férfiakat általában egy előadás megérintheti, de ha nem, azonnal nem fordítják cselekvőbe, akkor kialusszák. Hár nap és már, már el is sikkadt ez a történet. Tehát a férfit csak a cselekvés tud... Át kell nekünk menni a tűzön, mindig a tűzbe újra és újra és újra vele kell menni, mert ha csak nézzük, akkor nem lesz. És az viszont megteremti ugyanúgy az együttműködési készségeinket, az empátiát, hogy erről is írok a könyveimben, hogy a, ez a férfi-női tulajdonságok, tehát e, nem igaz az, vannak jellegek, férfi-női jelleg, és akkor azt mondják, hogy a kiáradó az a férfi, a befogadó az a női, és akkor nem tudom, az empátiát, azt inkább a nőköz sorolják, de mondjuk a a, mondjál valamit, ilyet, ilyen, a a vezetésnek ez a kiáradó e, parancsnoka az, meg inkább a férfihoz, és ez nagyon És mindenki, ugye a férfiak, amikor azt mondják, hogy a bennünk levő női energia, akkor azért úgy nagyon megijedünk, hogy nehogy úristen cicink nőjön, mert hogy létezik ez, hogy bennünk is van. Pedig igen, csak a férfiban levő női energia teljesen más, mint a nőben levő női, és a nőben levő férfi energia is teljesen más, mint a férfi. Mert a nőbe van burkolva, az a férfi mert még a férfiban van burkolva ez a női energia. És most mondok példákat is. Tehát például a, a mondjuk egy üzleti tárgyalásnál ül két férfi egymással szembe, és ott nagyon jól megjelenik, hogy váltakozik ez a férfi-női energia bennünk. Tehát amikor győzni akarunk, amikor meg akarjuk szerezni azt az üzletet, amikor fel vagyunk készülve, amikor minden számot fejből tudunk, az a férfi energiához tartozik. Abszolút ilyen férfias, ahogy belemegyünk, ahogy, ahogy résen vagyunk. De utána már a résen levés minősége Hogyha nincs meg a női háttere ennek, a női energia oldala, akkor nem fogunk tudni sikerre jutni. Tehát például meg kell éreznem, hogy az üzleti partneremnek mi az igazi problémája. Ő nem mondja el, hogy ő azért nem akar szerződni, mert a főnöke már majdnem-majdnem kirúgja, és ő fél, mert kockázatosnak tartja a mi szerződésünket, és hogyha egy kockázatos dolgot ő bebukik, akkor biztos, hogy kirúgják, mert már nyolcszor ugye meg van fenyegetve. És hogyha én erre rájövök a beszélgetési konstellációkról, akkor rájövök, hogy én őt biztosítanom kell arról, hogy a szerződés jó lesz, hogy milyen biztosítékokat nyújtsak, hogy ő nem fog lukra futni velem. De ha nem érzékelem ezt a dolgot, ami már a női érzékelési technikám, a női jelleghez tartozó, akkor nem fogok tudni előre jutni. És mindenki ezt automatikusan keveri, kavarja magába. Vagy mondok egy durvá példát. A, a, ha, abszolút katonai példával élve, hogyha azt mondjuk, hogy van egy a partraszállás, ugye, tehát ez, ez mindenkinek megvan a normandiai partraszállás, az a hihetetlen sok ember, de végül is aztán partraszállnak, hogy van a terepasztal, ahol a generálisok ülnek, és eltervezik, hogy hogyan legyen hogyan menjen a partraszállás, és ugye van a, 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 van a lövészárok, ahol viszont lőnek, mint az atom, ugye, és az a kérdés, hogy hol van több női energia? A terepasztalnál, vagy pedig a, 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 a lövészárokban? és gyorsan ki... A lövészárokban van több. A terepasztal az abszolút tiszta, hideg férfi. Megtervezem, patra keszálni, nem érdekel, 18 hajó, 28 ágyú, nem tudom, ennyi. Mindegy, hogy megy a lecsóba. De a lövészárokban, ahol a másikkal válvetve vagy, ahol kimész érte, visszahozott, ahol ő szól neked, hogy figyelj oda, ahol volt olyan, olyan is volt, hogy az ellenfél ugye összejöttek, például az erdélyi azt hiszem, hogy az első világháborúban volt olyan, volt a, a Gyimesi Front, ahol a, az oroszok jöttek, és a, az ellenség volt, tehát az orosz ö, partizánok, akik az egész vidéket aláaknázták, hogy a magyar hadsereg ne tudjon kivonulni, és a, olyan volt, hogy annyira megérztek, mert elvágták őket is a, a, az ételüktől, hogy beálltak a, a székely ö, hadseregnek a, a kajátosztó sorába. És azok szóltak a a tábornoknak, hogy beálltak az oroszok a sorba. Mondták, adjatok nekik enni. Érted ezt a női energiát? hogy És enni adtak nekik, és amikor végig vissza kellett vonulni, akkor valamilyen ez majd érdemes elolvasni, csak nem jut eszembe a kőnek, ez ilyen nagyon érdekes székely hadosztályról, ami szól, hogy valószínűleg ez is tovább megy majd, és mint a népmesében, hogyha adtál a hamubasült fogácsátból az egérkének, akkor majd az egérke segít rajtad, hogy ezek az oroszok ezek majd, amikor ki kellett vonulniuk, akkor ugye olyan állásaik voltak, hogy mindenkit megölhettek volna, de egy éjszakát hagytak, hogy mindenki el tudjon menni, és volt, akik Németországig menekültek. Hihetetlen kemény dolgok ezek, amik, a, amik ilyen környezetben is uh, ugye ezt a férfi-női energiát uh, keverik. A érdekes, érdekes, hogy a, 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 jó cselekedetet azt a, azt a női energiával hozott párhuzamba. Ami, 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 férfias, ami azt meg a... Az nem az rossz. Nem rossz, hanem az a fajta érzelmesség, amit te mondasz. Tehát, hogy, hogy, hogy igen, és a, mert a férfiban a racionalitás, tehát a férfi jelleghez az tartozik, de én ezt mondom, hogy a férfiban levő ugye női oldal az egyáltalán nem nőies. Tehát ennek ebből az is következik, ugye? Igen, hanem igen. olyan fajta tulajdonságok ezek, amik nem a nőkre jellemzők, hanem ránk, férfiakra jellemzők, hogy nagyvonalúak tudunk lenni, befogadóak tudunk lenni. Ugyanúgy, de nem úgy, mint egy nő, mert ők más, más dolgok alapján teszik ezt. Ugyanakkor megint visszatérek oda, hogy maradjon ez a fő-fő motto itt, ami a mai beszélgetésünkben, hogy az akció teszi lehetővé aki, a, a, aki az, az való életet, aki az éles életet éli, és nem az édes életet, ugye? Tehát az éles életet élők tudják változtatni önmagukban ezt a férfi-női energiát. A, ezt nem lehet megtanulni fotelben ülve. Tehát e, e mindig úgy a vissza, hogy aki nem nagyon megy bele ilyen dolgokba, az hiába olvas elkönyveket könyveket arról, hogy hogyan kell kommunikálni. Az kommunikációs paneleket fog tudni, tud tárgyalástechnikai paneleket tudni, de igazán a szeméből kihozni azt, és utána egy sikert generálni abból, és ez szükséges a párkapcsolatokra is. Tehát, hogy ezért kell nekünk, főleg a fiúknak, minden akciót vállalni, ami szembe jön, és menni, és menni, és, és, és mindent vállalni, mert mindenből tudunk tanulni. És leginkább, hogyha most megkérdeznéd tőlem, hogy mi az, ami nekem a legfontosabb az életemben, az az, hogy mindent meg lehet tanulni, csak az emberekkel való bánás, tehát az emberi, az emberi ismeretet nem. Ahány idős emberrel, ahány középkorú emberrel, ahány tanárral, ahány edzővel, ahány bármilyen milyen felnőtt vagy, vagy idősebb emberrel beszélgetni tudok, én mindenkivel ma is beszélgetek, és mindenkit megkérdezek, és mindenkiből szívom magamba, és ezt csináltam világéletemben, mert ez hozza azt az érzelmi intelligenciát, hogy képes lesz elváltakozni, és a sztorik, amiket elmesélnek, abból, ami leszűrődik benned, és maga az, hogy egy emberrel képes vagy ezt megtenni, az is egy akció, tehát nagyon fontos akció a fizikai akció mellett. Azért érdekes, amit mondasz, mert keresztényként pont az jutott eszembe, hogy Krisztusnak a képe az egyszerre, tehát mind a kettő nagyon megvan benne, egyszerre ostort von, és a, a templom előtt szétveri az ott lévő árusokat, másrészt pedig a csodáival, a, azzal, amiket tanít, az pedig egy nagyon érzelmes tanítás. Abszolút. Viszont nagyon érdekes, hogy a templomaink viszont hölgyekkel vannak tele, és egyébként a hététét olvasóinak a 70% a hölgy. Mi az, ami, amit a férfi hiányol? a szakranításból, ami miatt kicsit lehet, hogy nehezebben tud elindulni. Mondom ezt úgy, hogy egy nagyon markáns férfikép van a, a kereszténység mögött, amit, amit Krisztus képvisel. Hát ugye egy, egy, részről most ezt egy picit talán ellent kell, hogy mondjak, mert a, én ugyan beszélek rengeteg szerzetesekkel, leülünk ezt a férfi ügyet, meg ugye nagyon sok barátom van ebben a körben, és én azt szoktam nekik mondani, hogy túlságosan, ugye az utóbbi évezredben nyilván ez fontos volt, de ma már talán változtatni kellene, és nyilván ez nem a mi dolgunk, hanem sokkal magasabban dőlnek el ezek a dolgok, de azért a, a, a katolikus egyház nagyon szűzmári a párti, vagy, vagy, ilyen, vagy ilyen oldalt mutatja. Tehát nagyon-nagyon ezt a megdobnak kővel, dob vissza kenyérre típusú dolgot. És ez a körülöttünk levő világ olyan irányba megy, hogy időnként változtatni kellene, és talán most van az idő arra, hogy a Jézusnak a férfi oldalát, tehát a, a férfi Jézus kerüljön egy kicsit a középpontba. Nem úgy, hogy mindenki szétverostorral, de azt mondja, hogy nem. Vagy azt mondja, hogy eddig volt és tovább nincs, meg ilyeneket kellene. Ehelyett a nagyon puha, mert ugye most úgy tűnik, hogy éppen egy olyan időt élünk, amikor ezzel élnek vissza és pont a kereszténység azért hanyatlik, úgymond, és minden más vallás ugye éli a maga életét, mert, 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 a, mert az ellenfelei is használják ezt a fajta pacifizmust vele szemben, és azt mondja, hogy nyugodtan megpofoszhatjuk, mert úgyis csak kenyeret fog nekünk adni. És, és, nincsen semmi probléma azzal, hogyha ezt a férfi ágat erősítenénk egy picit. A másik talán, ami probléma, és amiért a férfiak nincsenek ott, hogy a, a férfiakat most már több generáció óta a, a, elszakították a, a szakralitástól magától. Tehát a férfivá válás útjának alapvető alapvetése volt az, hogy ő kapcsolódik ehhez a szakralitáshoz. A többi férfi úgy vezette be őt. A férfiaknak kellett az, hogy van valami fölöttem, nagyon-nagyon fontos. És ezt levették, azt gondolják ma a férfiak, hogy ők vannak a legtetején. És akkor küzdenek, mert kiderül, hogy ha ő akar lenni a legtetején, akkor a nő is a legtetején akar lenni, és ez egy folyamatos csata. Ugye a bibliai mondás az úgy szólt, hogy, a, hogy a, 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 a nő feje a férfi, és a férfi feje Krisztus. És ebben az esetben, hogyha nagyon kielemezzük, akkor érthető, hogy, 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 hogy ha a férfi feje Krisztus, akkor ő egyértelmű, hogy nem akar a nőn uralkodni. Tehát akkor egyfejű a család. Végső soron Krisztus a feje a családnak, utána a férfit Krisztus arra motiválja, hogy tegyen meg mindent, szolgálja a családot, és a legvégső, akit szolgálni kell, az a nő, aki az életet adta, ugye, és ő neki a dolgai viszonylag kötöttek, ha már megszüli a gyerekeit, és ezért őt kell mindig szolgálni. Tehát a férfi az élet szolgálatát egy nőn keresztül tudja megtenni. És akkor van csak két fej közötti folyamatos csata is vita, hogy, hogy melyik legyen a tetején, hogyha az nem Krisztus, ugye? Hanem a férfi, vagy a nő. És amióta ezt levágták, és azt mondják, hogy hát nem kell nekünk vallás, azóta van ez a vita, hogy kikin uralkodik. Ez egy őrület, ugye? És, és milyen szép volt a mi kultúránk, aki ezt szépen elmagyarázta, hogy, hogy a, 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 Krisztusnak alávetett férfi az azért legyen vezető, mert ő kell a vezetőként az utolsó véréig szolgálja az életet, a nőn keresztüli világot. És a, a nőnek, a, amit a nőnek meg kell oldani, abban a férfi mindig egy eszköz. Mindig a férfi hordta be a cuccokat a házba, és a nő osztotta el. De ezt nem lehetett, hogy a nő kimegy, behordja, aztán elosztja, kimegy, behordja, elosztja, akkor ilyen haltak volna. Hanem ez a kettő de a férfi nem is szült, tehát a férfiként csak az élet szolgálatába eszközként tudunk beállni. Állandóan kell keresnünk a hasznunkat, hogy ott egy feladat, ott egy feladat, azt vállalom, és az életet elkezdem szolgálni. És ma ez nincs, ma azt gondoljuk, ugye a nyugati világ, most a harmadik könyvem erről szól, hogy, hogy a nyugati világ elvonta a férfiakat a családoktól, és ez a mi súlyos katasztrófánk, hogy bevezette a férfi energiát a munkahelyekre. És a munkahelyeken azt mondják nekik, hogy pénzt kell keresni, és a pénz az a legfontosabb, és ők igyekeznek is pénzt keresni, de közben kiégnek ebben. Tehát és elveszett a, az élet szolgálatának is a tudat, hogy mi az életet hogyan és miként szolgáljuk, és az is elveszett, hogy ehhez a munkahely és a pénz hogy jön hozzá, és az is elveszett végképp, hogy milyen jó, ha nem mi vagyunk a tetején. Ugye azt mondja, a magyar nyelv, megint csak maradjunk a kép, képetnél, a magyar milyen fantasztikus, kifejező nyelv. Amikor azt mondja a magyar, hogy feladom, ugye akkor az, az, az nem azt jelenti, hogy én abba hagyom és hagyom a francba, mert tele van a hócipőm, hanem azt mondja, hogy én megtettem mindent, először is ez nagyon fontos, én mindent megteszek, ami kell, de amikor már nem, de mikor már túlnyúlik rajtam, akkor feladom, neki adom fel, hogy legyen meg a te akaratod, vagy hogy valami történjék, mert nem mindenért vagyok én a felelős. És ez olyan jó, hogy van egy ilyen társad, hogy nem mindenért te vagy a felelős, mert mindent bele tudsz adni, és a végén még megkapod a, ugye, van egy másik mondás is, mint a Pálos atyától tudok, hogy te csak tedd meg a te 10%-odat, a többi 90-et majd hozzáteszik fentről, ugye? Milyen érdekes. És ez a, ez a fajta uh, uh, transcendens kapcsolódás óriási nyugalmat adna a férfiaknak, hogy, hogy, hogy ők, nekik van egy, nem mindenért ők a felelősek, például ez egy nagyon fontos dolog. Mindenért nem tudsz felelős lenni. Emberileg, ami megtehető, azt hozzáteszed, de azért vannak tőled kívülálló dolgok, és ekkor már is a kiégésed és a, és a, a, a végletes önkizsigerelésednek is egy segítséget tudna nyújtani, hogyha a hídbe tudnál kapaszkodni. Kitérő megint, hogy a amerikai katonák, ugye, most gondolod, de hogy én voltam Marylandben egy, egy ilyen a legnagyobb katonai kiképző táborot Amerikában, az egyik ilyen nagy kampusz, ahol tiszteket képeznek, de úgyhogy az anyahajó ott áll a kikötőbe, tehát nem egy ilyen patyomként ilyen, ilyen, ilyen állanyahajón gyakorlatoznak, hanem az ott áll, meg nagyon kemény. És ennek az óriás kampusznak a közepébe, ahol a tengerés képzik, ott áll akkora templom, mint a Esztergomi Bazilika. És akkor azon gondolkoztam, hogy vajon miért ilyen fontos nekik a hit, ugye, hogy ebben a, be kell kapcsolni ugye a hitet. És arra jöttem rá, hogy az amerikai katona, ez egy nagyon drága fegyver. Hihetetlen pénzeket áldoznak arra, hogy őt kiképezzék, és utána hihetetlen sok kütyüvel, mert mindennel föl van szerelve, ember feletti ilyen drága történet. A másik nagyon fontos dolog, hogy az amerikai katona az akcióban van, és itt jön most a férfi, hogy aki akcióban van, az ki van téve a bizonytalanságnak. Olyan fajta bizonytalanságnak, hogy nem mindent részét tudja ő maga kontrollálni. És ők azt mondják, hogy amikor már végképp minden veszve van, tehát lőnek rád, meghalt már az a barátod is, a te társad, a kütyű itt sem működnek, pedig hihetetlen sok kütyű van, és a helikopter, aki kiment, mert ugye nem hagyunk ott egy embert, se ezt ismerjük már minden amerikai filmből, a, kütyű, a, a, a helikopter se jön, akkor mi az, ami az utolsó utáni, tehát a szalmaszál utáni dolog, ami megmenti, az a hit nem, az almaszállat is elengedi, és belekapaszkodik a hitbe, és ez viszi át őket, hogy nem tudom, két hétig ülnek egy mocsárban, majd utána kimennek, és, és, mennek tovább, és meg tudnak oldani dolgokat. Mert össze tudnak kapaszkodni egy olyan fajta transzcendens erővel, ami átviszi őket a lehetetlenen, amikor már mindennek vége. És ezért kell, a mi életünkben is van az, hogy úgy érezzük, hogy mindennek vége, csak akkor úgy érezzük, hogy mi magunk megbuktunk. És ezt nem éreznénk, hogyha lenne fölöttünk valaki. És a férfiaknak ezt valahogy vissza kellene hozni, hogy adjunk ezekből, a, osztozzunk ezen a feladaton, és vállaljuk be mellett a legtöbbet magunknak. De a, a világ, ugye most úgy, csak a munkahelyek, részben azzal is összefügg ez, hogy korábban a férfi felkészítése az életre kizárólag a családi és a, munka, és, a és a, és a, és a közösségi felelősségvállalással volt, erről szól az új könyvem. Ma viszont nem nincsen sem a családi felelősségvállalásra felkészítés, a családok sincsenek nagyon, közösségi felelősségvállalásra egyáltalán nem, hanem a teljes iskolarendszer három éves korunktól, ugye meg kötelező vagy ódába menni, az egyetem végéig, és utána a PhD, meg Isten tudja mi. Tehát háromtól harminc éves korig kizárólag munka vállalásra készít az iskolarendszer. hogy te jó munkaerő legyél, team munkában, nyelvekkel, technikákkal, kommunikációval fölvértezve. És ebben nincs benne ez, mert a munkahelyen megmondják, hogy ezt csináld, azt csináld, azt csókolom, ott nem is kell annyira nagyon a hídbe kapaszkodnod. De otthon, amikor problémákat kell megoldani, mert beteg valaki, ugye, beteg valaki, akkor már rögtön kellene egy kapaszkodó, és millió ilyen ügy van, hogy, hogy nem úgy sikerül az iskola változtatás, a vajon bízza e benne, vagy ne, az asszony kismama depressziós lett, hogy jövünk ki belőle, ott, ott a magánéletben lesz az, ahol a hitre igazán nagy szükség van. És még egyszer mondom, aki, aki csak a fotelben nő fel, az nem érzékeli a hit hiányát, mert az csak az egy sztori neki, hogy van olyan, hogy hit. Aki viszont átmegy a sűrű erdőn éjszaka, az úgy tud mi atyánkot mondani, hogy le a ott, ott Nem kell neki különösebben tanítani, mert aki sose tanult, az is valahonnan lejön neki transzcendens módon az összes szöveg. És és rögtön megérzi ennek a hatalmas erejét, hogy milyen. Én rengeteg életveszélyben voltam, én utaztam Ázsiába, Tibetbe, Guatemala-ba. Azért nagyon kemény helyzetek voltak, amikor, hát ha nem tudtál volna imádkozni, akkor ott, ott olyan gyorsan megtanulsz, érted, a saját imádat úgy fölépített, hogy csak na. Igen, bízunk benne, hogy, hogy, tudunk nem csak, nem csak bajban imádkozni. Azt jutott eszembe egyébként, hogy, hogy tényleg Szent József Jézus nevelőapját is érdemes elővenni apaképnek, aki, aki ásmesterként nem, a, nem ez a nagyon női és apaképet hozta nevelőapjaként Jézusnak. Imre, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szerintem majd még folytatjuk, hogy, hogy elnézem a kérdéseim listáját, még van bőven, miről beszélgetünk a későbbiek folyamán is. Örülök, hogy itt lehettem, és köszönöm szépen én is a meghívást, és hajrá! Minden jó, tehát, és Bedő Imre volt a vendég a 777 online-nak, kövessétek továbbra is az oldalunkat, a videóinkat, és ne felejtsétek el, hogy az Instagramon is fönn vagyunk. Sziasztok!